Riders ready, watch the gate. Akciódús, látványos, magával ragadó. Ezekkel a szavakkal lehetne leginkább jellemezni a BMX-et. A sportág helyi képviselői is régóta meghatározó szereplői a szénának. A BMX Sopron Sport Egyesület 1990-ben alakult meg, úgyhogy én már 32 éves. Az egyesületünk alap ötlete, alap elképzelése az az, hogy a kicsi gyerekekből egy idő után, 4-5 évesekből egy idő után olyan versenyző váljon, aki a nemzetközi szintéren megállja a helyét. Ezen dolgozunk, ami azt jelenti, hogy mi egy komoly utánpótlás programot viszünk véghez. A fiatalok fejlődése töretlen, a foglalkozásokon pedig vidám hangulat uralkodik. Koncentrálunk, fókuszálunk, hadd nézzem a szemeket! A jókedv szolgálja a kiemelkedő teljesítményt. Az egyesület egyik legsikeresebb versenyzője Farkas Bendegú. Azért választottam ezt a sportágat, mert tudtam, hogy apukám is cross motorozik. Tehát kétkerekezik, és én tovább akartam vinni ezt az egész kétkerekű sportot. És hát azt szeretem az egész sportágban, hogy tudok a barátokkal együtt lenni. Ha kijönnek barátaim ide, akkor néha le tudom őket nyűgözni, hogy tudok ilyet-olyat. Az egész sportágban a legfőbb célom az a olimpia. Eddig háromszoros magyar bajnok vagyok, háromszoros magyar kupa bajnok, egyszeres Alpokadria bajnok. Kétszer megnyertem a csehországi All-Star Challenge-et Benátkiban. Amire a legbüszkébb vagyok, az a Németországban a Stuttgarti Európa Kupa első helyezés, illetve harmadik helyezés, meg a életem első Európa Kupán Hollandiában, Papendaalban a 2/5. Helyezés. A sportág alapjait már egészen kiskorban sajátítják el a gyerekek. Mindenkit más fog meg a BMX-ben. 3 éve kezdtem, és azért szerettem, mert a barátaimmal tudok versenyezni. Technikás EB meg a VB-n. El szeretném érni azt, hogy bejussak a döntőbe. Szeretem ezt a sportot, mert hát sok technika van benne, és lehet előzni. És hát háromszoros magyar bajnok vagyok, és egyszeres Alpokadria győztes.